Digitálisan segítik a beledi óvodások nevelését. Gerencsérni Németh Erika óvodavezető elmondta, a tematikának megfelelően játékos feladatokat, verseket, mondókákat küldenek el a szülőknek interneten. Beleden van olyan család, ahol 2-3 óvodás gyermek maradt otthon. Március 16-ától polgármester úr utasítása alapján a bölcsőde óvoda határozottan ideig szünetel. Felügyeletet tudunk biztosítani azok számára. Első körben, akik egészségügyben, katasztrófa védelemben dolgoznak, illetve a mindennapokban jelen kell lenniük. Ugye egy nagyon furcsa a helyzet, ilyen még talán nem is volt a nyári leállásnál valamikor ennyire csendes az óvoda. Hát mit tudnak ilyenkor tenni az óvónők, hogyan tudják átalakítani a mindennapjaikat a szakszemélyzetnek? Hát a legrosszabb az, hogy csend van egy óvodában, bölcsödében. Nagyon hiányzik a gyerekzsivaj, de hát erre az esetre vonatkoztatva teljes fertőtlenítés indult el az óvodában és a bölcsödében, úgyhogy a dajkáink az egész épületet teljesen átfertőtlenítették, úgy, mint egy nyári nagytakarításnál esetében. A mai nap például törülközőket vartak, a bábokat vargották meg, amit általában a nyári nagytakarítás ideje alatt szoktak elvégezni. Facebookon keresztül, a Messengeren keresztül az óvónőink a tematikus tervek alapján tovább folytatják a gyerekekkel a tanulást, ha így nevezhetem. Természetesen ez ugye most a szülőknek egy kicsit több teher hárul, mert nem irigylem őket ebben az esetben, nem elég az iskolás gyerekek, de mi arra gondoltunk, hogy az óvodás gyerekek nevelését annyival könnyítjük meg, hogy a szülőket tájékoztatjuk, hogy mi ebben az időszakban milyen témában foglalkoznánk a gyerekekkel, és ezt átadtuk őnekik. Úgyhogy úgy nézem, hogy ez nagyon jól alakult, meg folyamatosan figyelemmel kísérik a szülők is így a tájékoztatásunkat. Jönnek visszajelzések is, és ez pozitív irányú. Természetesen a verseket, a meséket gyakorolhatják, mondogathatják. Jöttek már vissza a rajzok, amiket kértünk, hogy ebben az időszakban mit szerettünk volna elérni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez jól működik. Mondom, az óvodában ügyelet, tehát ha valami gond és probléma van, kérdés van, fel lehet hívni az óvodát. Egyértelmű, fel is kell hívni, hogyha bármi probléma van, vagy bármi kérdés adódik ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen tudunk tájékoztatást adni, hiszen mi itt vagyunk. Nagy kérdés a beiratkozás, most hogy fog történni? Az óvodai beiratkozás ideje ugye mindig május első hetében szokott a beledi óvodában történni. A törvény szerint a 2,5 évet betöltött kisgyermekek kerülhetnek be az óvodai csoportokba. A jelen állás szerint és 3 éves kortól pedig kötelező az óvodába járás, ezt hangsúlyozom, és akkor a gyerekeket mindig 1 évvel korábban iratjuk be azért az óvodába, hogy szeptembertől a következő év június 15-ig, akik járni fognak hozzánk, azokat a gyerekeket el kell rendezni egy csoportba, és ezért szükséges, hogy már előre gondolkodjunk. Tehát a 2018. június 30-ig született gyerekek kerülnek most beiratásra az óvodai közösségbe. Nagyon fontos az étkeztetés. Hogyan tudják biztosítani az étkeztetést az óvodába, illetve hát azok számára, akik most otthon vannak, hiszen most az óvodások ugye nem jönnek be, de én úgy tudom, hogy ha igénylik, akkor lehet nekik egy egyszerű meleg étkeztetést a nap során biztosítani. Így van, valóban a koronavírus járvánnyal kapcsolatban szinte napi szinten jönnek tájékoztatók és utasítások, vagy inkább jelentések ezzel kapcsolatban, hogy meg kell oldanunk a gyermekétkeztetést és a 420 adagos konyhára. Továbbiakban eddig a vendégétkeztetés és a szociális étkeztetés folyt, most pedig meg kell oldanunk a továbbiakban a gyermekétkeztetést is, a bölcsödéstől egészen a 14 éves korosztályig. Éppen a mai nap foglalkozunk ezzel legfőképpen. Kiadtuk a szülőknek Facebookon, illetve az iskolában a krétarendszeren keresztül a felhívást. Kérjük szépen a jelentkezésüket 2020. április 1. szerdáig, szerda délig, annál azoknál fogva is, mert a nyersanyagot meg kell rendelni az élelmezésvezetőnek, és ezeket már szerda csütörtökön le kell adni, továbbítani kell
a rendszerben, és azt tudnunk kell, hogy hány étkezést igényelnek a szülők. Felhívom a szülők figyelmét, hogy 9-től 14-ig, azaz az iskolai tavaszi szünetben, ez csak az iskolásokra vonatkozik, csak azok a gyerekek vehetnek részt az intézményi étkeztetésben, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, illetve hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű esetben, vagy esetben vannak nyilvántartva. Viszont utána akkor ismét lehet És utána valóban igen, utána lehet tovább az étkeztetést kérni a szülők részéről. Tehát nem ők viszik, hanem mi szállítjuk ki. Most itt még folyamatban van a polgármesterekkel az intézkedés, hogy falu gondoki járatokkal esetleg meg tudnánk-e oldani a vidéki gyerekek ételszállítását. Helyben pedig a mi dolgozóink fogják kivinni ilyen egyszer használatos edényekben, ami még ezután kerül megrendelésre, úgyhogy pár nap türelmet kérünk, addig lehet, hogy kérünk be éthordót, de igazából egyszer használatos edénybe fogjuk kiszállítani az ételt a gyerekek részére, de csak a gyerekek részére. Tehát nézzünk egy alapesetet, van egy család, ahol van egy óvodáskorú gyermek, egy iskoláskorú gyermek, és azt mondja a szülő, hogy ő szeretné ezt igénybe venni, tehát az óvodáskorú gyermekének, illetve az iskoláskorú gyermekének egyszeri meleg étkeztetést kell. Tehát szeretnék, hogyha kivinnék, tehát igen, akkor jeleznie kell, és akkor címre kiszállítják igen. Ebben a, gondolom ilyen standard, tehát egy egyszer használatos műanyag így van. Edényben. Igen. Hát ha sikerül, mert azt még, amint látja, itt a papírok halmaza van, ugyanis meg kell oldanunk az egyszer használatos edényekkel. Átmenetileg, amíg nem jönnek meg, most kaptam segítséget, Kapuváról esetleg, hogy tudnak kölcsönadni, de minden megoldásban azzal dolgozunk, hogy minél előbb megérkezzenek, és akkor ebbe tudjuk elszállítani az étkeztetésre az ételt. Csak akkor indul meg a kiszállítás, hogyha meglesznek ezek a műanyag edények? Hát úgy gondolom, hogy igyekszem törekedni arra, nem, 6-ától mindenképpen megindul. Ha addig nem lesz műanyag edény, akkor addig a szülők hozzák a konyha ajtóig, vagyis akkor hozzák be nekünk. Egyébként 8-án úgyis befizetés lesz, tehát elég bonyolult lesz ez a jövő hét szerintem, mert ugye pénzzel nagyon nem érintkezhetünk, tehát azt kérem mindenkitől, hogy előre kiszámolva hozzák majd a fizetést, tehát apró pénzzel jöjjenek, hogy nekünk ott ne kelljen, mert ott egy vagy két embert, tehát a művelési ház ajtajánál tovább ott sem mehetnek, úgyhogy egy vagy két embert fogunk odaállítani, hogy az élelmezés vezető utasításai alapján kiadják. Jelen pillanatban az a megoldás, hogy az étkezési jegyeket nem fogjuk kiadni, csak a számlát, amin befizették az ételt, tehát biztosítva van, hogy mennyi pénzt fizetett be, de hogy ne kelljen itt kézről kézre adogatni ezeket a dolgokat, az étkezési jegyek itt maradnak a konyhán eleve. Tehát értesíteni fogják a szülőket mindenképpen arról, hogy mikortól indulhat meg a személyre szólóan címre a kiszállítás, viszont addig az éthordókat legyenek kedvesek bevinni az ajtóig. Az ajtóig. Igen, a konyha ajtóig lehet csak, és névvel ellátva mindenképpen. Csak így tudjuk, de nagyon-nagyon azon vagyunk. Most egy pécsi céggel tárgyalunk, hogy megkapjuk a héten ezeket az edényeket, és akkor a jövő héten már bele tudjuk tenni. Amennyiben mégse fog történni ez, hogy nem lesz edényünk még hétfőn, mindenképpen ki fogjuk írni a Facebook oldalra, vagy a közösségi oldalakra, hogy kérjük szépen, hogy még bizonyos ideig hozzák otthonról az edényt. Ha megérkeznek ezek a műanyag edények április elején, és ugye erről majd kapnak információt az érintettek, az megdrágítja az ételt. Tehát van egy adagnak egy bizonyos ára, igen, de az ételhordónak is van egy ára ennek az egyszer használatos műanyag edénynek. Ennyivel több be fog kerülni majd? Nem kerülhet többbe. Intézmény gyermekétkeztetés esetében biztosan nem. Kaptunk a Magyar Államkincstártól egy tájékoztatást abban az esetben, hogyha ugye ez az étkeztetés folyik, akkor mi ezt majd az októberi állami támogatásnál ezt valamilyen szinten elszámolhatóvá teszik nekünk. Addig viszont az önkormányzat fizeti? Addig viszont az AMK fizeti. Az AMK fizeti, és a mi dolgozóink viszik a gyerekeknek ki az ételt, akár kerékpárral, helyieknek, vagy a messzebb levőknek autóval. És ez is elszámolható így. Köszönöm. Én is köszönöm.